vettem egy méretesebb darálógépet. Volt egy kis benzines ágdarálóm, de ezekre a mennyiségekre sajnos az már hát nem valami effektív. Nem kell valami, amibe ugyebár daráljuk. Ami pedig nem lesz más, mint a robúr, úgyis el kell innen mozgatnom, mert le kell alatta nyírni a füvet. De ha már egyszer, akkor először is lepakolom róla az alkatrészeket, mert még az ilyen vasdarabok rajta maradtak. Itt egy kicsit megfoltozzuk a platóját. Ezen látszik, hogy ide valami önmetszővel le fogunk durrottatni valami lemezt. Vagy ezt így önmetszővel bele, aztán kész. Nem fogjuk túlzásba vinni. És egy hátfalat kell neki csinálni, és arra gondoltam, hogy van egy csomó salgópolc darabom, abban csinálok egy nagy hátfalat ide, meg ide egy ilyen fogadót, és akkor ide fogom beledarálni a darálékot. Egyik oldalt lehajtom, hátulja megmarad meg ez az oldala, meg ennek vannak magasítói is, ezt felrakom, és akkor lesz egy ilyen szállító eszköz, erre fogom irányítani a darálót, és akkor ebbe beletolom, és oda akarom hátul, de a diófa alá letenni, mert ott jó helyen van. Úgyhogy most hozok egy aksit, meg egy kis benzint. Robertünkkel átjárunk a pajta elé, és az ágdarálót meg behúzom szépen ide a Volvóval. Nice.